többség már nem biztos, hogy megvan a parlament alsóházában, az RMDS nem használná ki a PCD válságát. Egyszer sem. Korlátoznák az egyszer használatos eszközök használatát az EU-ban. Nem lesz több műanyag, fülpálcika, evőeszköz vagy italkeverő. Köszöntöm Önöket, kezdjük a híradót. Elutasította a szenátus plénuma a Székelyföld autonómiájára vonatkozó törvénytervezetet. Az RMDS 9 szenátora szavazott mellette, ellene 96 szavazat született. A kérdésben a szenátus a döntő kamara, így miután a tervezet a képviselőházban is elbukott, véglegessé vált Kulcsár Terza József egyéni kezdeményezéseként benyújtott törvénytervezetének elutasítása. A kezdeményező ismét hangsúlyozta, hogy a román állam keretén belül képzeli el az autonómiát, azonban szavai nem győzték meg a többséget. Mégis jó ötletnek tartja, hogy benyújtotta a kezdeményezést, mert legalább volt alkalom megismertetni a többséggel a magyarság igényeit. Az a tapasztalatom, hogy az utóbbi 28 évben nem volt kellőképpen tárgyalva az ügyről, eleget beszélve az ügyről. Tudnak azért a románok, így tudják, miről van szó, egy részük akarja tudni, a másik nem akarja tudni. Több párbeszédre, dialógusra van szükség, de elsősorban nekünk magyaroknak, magyar pártoknak össze kell fogni, ki kell dolgozni azt a statutumot, amelyet mindenki elfogad. Hozzátette, maga sem számított reálisan arra, hogy a román politikum azonnal meg fogja szavazni Székelyföld autonómiáját, de a kezdeményezést újra és újra be fogják nyújtani, mindaddig, amíg sikerül meggyőzni a többséget, hogy ez az ők érdekét is szolgálja. Elveszítette abszolút többségét a képviselőházban a kormánykoalíció, miután Viktor Ponta volt kormányfő, több híve kilépett a szociáldemokrata pártból, és a Ponta által alapított pro-Románia párthoz csatlakozott. Utóbbi hamarosan kezdeményezi a frakció megalakulását. A képviselőházban 165 szavazatra van szükség, az abszolút többséghez. A kezdeti időszakban a PSD-ALDE koalíció 174 képviselővel rendelkezett. A mostani kilépések után azonban már csak 164 szavazata maradt a kormányoldalnak, azaz támogató szavazatokra van szüksége más politikai alakulat részéről is. Viktor Ponta bejelentette, eddig 11 képviselő iratkozott be a pro-Románia pártba, így frakció megalakulását fogják kezdeményezni. Ugyanakkor arról beszélt, hogy csak akkor támogatnának egy esetleges bizalmatlansági indítványt, ha a PSD egy része is azt tenné. Sokan vannak olyanok, akik mellettünk állnak ugyan, de nehezen tudnak elszakadni. Nekem sem volt könnyű elszakadnom az egyetlen pártól, amelynek valaha tagja voltam. Sok volt pártársammal tárgyaltam az utóbbi időben, és világosan elmondtam nekik, hogy a pró-Románia balközép párt az elmúlt években folytatott politikát visszük tovább. A hiányzó szavazat sokat amúgy sem változtat a felálláson, mert a hagyományosan a kormánnyal szavazó kisebbségi képviselők voksai elegendőek a többséghez. Ugyanakkor esély van rá, hogy felértékelődjön az RMDS szerepe. Traian Băsescu volt államfő, már is meghongatta a vészharangot ennek kapcsán. Kelemen Hunor szövetségi elnök azonban azt mondta, az RMDS-nek nincs szándékában kormányra lépni. Semmi nem változott attól, hogy néhány fővel csökkent a Szociáldemokrata párt képviselőházi frakciója, véli Korodi Attila, az RMDS képviselőházi frakció vezetője. A szövetség pozíciója nem is erősödött, nem is gyengült. Az RMDS politikusa arra a sajtóinformációra reagált, amely szerint erősödött volna a szövetség tárgyalási pozíciója azzal, hogy a kormánykoalíció elveszítette az abszolút többséget a képviselőházban. Korodi szerint amúgy sem csupán kiválnak a PSD-ből képviselők, hanem fogad is más pártokból képviselőket. Egy ekkora párt már eleve az elején valószínűleg számított némi lemorzsolódásra, vélte. A sajtóiak abból röppentek fel, hogy a képviselőházban elvesztették a többséget, de ha még így is lenne, a parlamentben a szenátoraikkal együtt úgyis megvan a többségük az, hogy kormányt alakítsanak, kormányt változtassanak, szóval ezek az eszköztárak sokkal átszetettebbek, mint hogy egyszerűen azt tudnánk konstatálni, hogy más a helyzet. Hozzátette, az RMDS most is hetente tárgyal a szociáldemokratákkal az egyes törvénykezdeményezések kapcsán, és ez a továbbiakban sem változik. A szociáldemokraták célja, hogy minden kérdésben biztosítsák a többséget, vannak, amiben sikerül, és vannak olyan kérdések, amiben nem sikerül megállapodni, mondta. Képzés sorozat indításáról döntött a hétvégén Kolozsváron az RMDS nőszervezetének küldött gyűlése, hogy a politikai, közéleti pályára készülő fiatal nőket segítse.
A rendezvényen többek között a nyugdíjasok aktív bevonásáról és a nők elleni erőszak elleni mozgalom kibővítéséről is határoztak. A telefonnál Hegedűs Csilla, az RMDS nőszervezetének ügyvezető elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok önöknek is, és a kedves nézőknek is! Fiatal nőknek szóló képzés indításáról döntött az RMDS nőszervezetének küldött gyűlése. Mi indokolja ezt a döntést? Mi teszi szükségessé, hogy külön képzést indítsanak a politikai pályára készülő nők számára? Hát mi ugye akkor, mikor az RMDS nőszervezete ezelőtt 5 évvel most már létrejött, akkor azt mondtuk, hogy minden erdélyi magyar nőnek az érdekképviseletét szeretnénk ellátni. És azt láttuk, hogy a különböző korosztályokat érdemes specifikus programokkal megszólítani, hisz az a célunk, hogy minden nőnek segítsünk abban, aki erre szeretne vállalkozni, hogy akár a döntéshozatalban, akár bármilyen közéleti szerepet szeretne elvállalni, mi őt ebben támogassuk. És nyilván a fiatal nőkkel kapcsolatban az a helyzet, hogy nagyon fontos az, hogy olyan projekteket találjunk ki, olyan projekteket támogasson a nőszervezet, amelyekre kimondottan nekik van szükségük. És akkor így alakult ki ez a képzés ötlet a Magyar Ifjúsági Értekezlettel közösen, ahol kezdve attól, hogy mit jelent a közéleti szerepvállalás, rendezvényszervezés, protokoll, online kommunikáció témakörökben fogunk képzéseket szervezni 3 helyszínen egyelőre, Zilahon, Szilágy megyében, Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön, majd nyilván, hogyha erre igény van, akkor mind több és több helyszínen, és pontosan az a cél, hogy olyan programokat találjanak ki együtt a képzés mellett ezek a résztvevők, amelyek a fiatal lányoknak szólnak, és amelyek mind több és több fiatal nőt vonzanak be az RMDS nőszervezetébe. A nők elleni erőszak elleni mozgalom egyik fontos eredménye, hogy már a parlamentbe is sikerült bevinni a témát, és fontos jogszabályok előkészítése került terítékre. Milyen irányban szükséges még a mozgalom kibővítése? Nagyon fontos az, hogy mindazok a célok, amiket magunk elé tűztünk, és egész konkrétan az, hogy a nők elleni erőszak megszüntetése, ahhoz mind közelebb és közelebb kerüljünk. Éppen ezért tavaly is már felvállaltuk azt, hogy a fiatal generációt, konkrétan a középiskolásokat informáljuk arról, hogy mit is jelent a nők elleni erőszak. Ezt az akciót az idén nyáron újraindítottuk, és 7 megyében zajlik a középiskolásoknak az osztályfőnöki óra tartása szakemberek, pszichológusok segítségével. Emellett pedig nyilván, hogy a törvénykezésben, törvényhozásban folytatjuk a munkát, de lesz slam poetry karaván ismét, hiszen azt láttuk, hogy a fiatalokat legkönnyebben így tudjuk megszólítani, és van még egy nagyon titkos tervünk, az az, hogy segítsük a civil szervezeteket abban, hogy minél hatékonyabban tudják ellátni a bántalmazott nők támogatását, segítését, és ezzel kapcsolatban dolgozunk egy új projekt kialakításán, amit nem sokára be fogunk jelenteni. Hegedűs Csilla, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm szépen. Betiltaná az Európai Unió a könnyen és olcsón helyettesíthető műanyag termékek árusítását. Az Európai Bizottság a 10 legelterjedtebb, egyszerhasználatos műanyag termékre fókuszál most, ugyanis ezek teszik ki a tengeri hulladék 70%-át. Ez a gép formázza, egy másik pedig méretre vágja a műanyag szívószálakat. Ebből a vendéglátásban is statiszta szerepet játszó árucikkből csak Amerikában naponta 500 milliót használnak el. Európában sem jobb a helyzet, Nagy-Britanniában évente körülbelül 8,5 milliárd szívószálat dobnak piacra. Nagy-Britanniát követve most az Európai Unió is szigorúbb szintű szabályokra tett javaslatot a műanyag hulladékok visszaszorítása érdekében. Betiltanák az olyan egyszer használatos, könnyen helyettesíthető műanyag termékek árusítását, mint például a műanyag fültisztító pálcikák, műanyag tányérok, sőt még a léggömbpálcikákat is. A brüsszeli testület szerint azoknál a termékeknél, amelyeknél még nem állnak rendelkezésre alternatívák, a hangsúlyt a használat korlátozására fogják helyezni. Az EU tagállamainak egyébként 2025-ig gondoskodniuk kell az egyszerhasználatos műanyagpalackok 90%-ának visszaváltásáról. A tervezetet a két uniós társjogalkotó szervnek, a tagországok kormányai tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.
negyedével csökkentheti a hulladékot a komposztálás, bár ezt a tevékenységet törvényi szabályozza, a gyakorlatban nem igazán működik. Marosvásárhelyen most 4 tanintézmény diákjait vonják be egy hulladékcsökkentésre irányuló környezettudatos projektbe. 155 ezer lejes támogatást nyert el egy nagyáruház jóvoltából az Oázis Humán Ökológiai Alapítvány, amely a Rododendron Természet és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen indítja a környezettudatos projektet. A diákok komposztládákba gyűjtetik a zöldövezetekből származó hulladékot. Ez egy marosvásárhelyi lakotársulás, a 7-es számú általános iskola, a Bernádi György általános iskola, az Elektromaros Technológiai Liceum, valamint a Szászrégeni Augustin Major általános iskola diákjainak bevonásával zajlik. Erről tájékoztatón számoltak be a szervezők. A felállított komposztládákban meggyűjtjük a komposztálandó anyagokat. Ezeket komposztálva, úgymond egy virágföld nevezik, úgy egy humusz képződik, amelyet aztán visszafordítunk a zöldövezet fenntartható kezelésére. A 7-es számú általános iskola igazgatója szerint a projektet nemes kihívásként élik meg a diákok. Abszolút nem volt nehéz őket rávenni. Tapasztaltam azt, hogy mindig nyitottak a diákjaink a környezetvédelemmel kapcsolatos versenyekre, vagy kezdeményezésekre. Jelenleg több ilyen tevékenységben is részt veszünk, ugye ez csak pluszba jött, de nem bánjuk, ez nem teher nekünk, hanem egy újabb lehetőség ahhoz, hogy mi is hozzájárulunk a környezetünk védéséhez. Egyébként uniós előírás, hogy csökkenteni kell a szemétlerakóba jutószerves hulladékot, ugyanis ezekből gáz szabadul fel és csurgalékot is termelnek. Maros megyében kétféle komposztálási eljárást honosítanak meg. A vidéki települések felében már kiosztották a polgármesteri hivatalok az egyéni komposztáló egységeket, a megye központban viszont még szó sem lehet komposztálásról. Marosvásárhelyen egyébként a tervek szerint a közeljövőben kukákat helyeznek ki, amelyekbe a lakosok külön gyűjtik a szerves hulladékokat, ez majd a székelykakasdi komposztáló állomásra fog eljutni. Ennek a közbeszerzési eljárása a működtetésének folyamatban van. Van egy ajánlattevő cég is, és reméljük, hogy hamarosan befejeződnek a dokumentáció átnézési folyamata, és oda tudjuk majd ítélni ennek az állomásnak a működtetését, ami mindenképpen egy óriási lépés abba az irányba, hogy csökkentsük. Marosvásárhellyel ellentétben Nagyváradon már külön gyűjtik áprilistól a lebomló komposztálható háztartási hulladékot. A kísérleti jellegű projektet az önkormányzat kezdeményezte. Hasonló hulladékgazdálkodási módszerrel Sepsiszentgyörgyön is próbálkoznak már. Egyre drágább az üzemanyag, beszélünk róla a híradó második felében. Egynyelvűség. Döntött a tanács, nem lesz 3 nyelvű utca névtábla Nagyváradon, még a turisztikai övezetben sem. Üzemanyag. Drágább lett, és várhatóan a tendencia nem változik a közeljövőben. Jelentősen megugrott az elmúlt 5 hónapban az üzemanyag ára Romániában. Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint uniós szinten Romániában jegyezték a legnagyobb áremelést a töltőállomásoknál. A benzinkútnál állnak meg ezek a gépkocsi vezetők, hogy megtankolják autóikat. Már alig ha meglepő, hogy ismét egekben van az üzemanyag ára, a legolcsóbb benzinért is elkérnek közel 6 lejt. Bár a többi uniós tagországban is nőtt az üzemanyag ára, sehol nem emelkedett olyan nagy mértékben, mint Romániában. Ez az Eurostat legfrissebb felméréséből derül ki. Azt, hogy Románia az unió éllovasa, az üzemanyag drágulása terén hamar meglátszik a hazai töltőállomásoknál. Januárban 1 liter benzinért átlagban 5,16 lei itt kellett fizetni. Jelenleg viszont a töltőállomásoknál a legolcsóbb benzin 5,80 lei körül mozog. Ez 5 hónap alatt több mint 12%-os drágulást jelent. A drágulás üteme egyébként egyetlen más országban sem érte el a 10%-ot. A gázolaj literenkénti ára 11%-kal nőtt az elmúlt 5 hónap alatt Romániában, ezt pedig a zsebükön érzik a gépjárművezetők. Jó megdrágult az üzemanyag, 2 tank, melyet fogyaszt egy átlag család, mondjuk 2 kocsival is egy családban, 3, 60, 80, 90 lehet többet vihetni minden hónapban, az nagyon sok szerintem, de nem tudom, hogy lesz ez lecsökkentve.
És mikor lesz? Olcsóban tankolni pedig nehezen fogunk, állítják a szakértők. Az üzemanyag árat befolyásoló kőolaj világpiaci ára ugyanis hordonként már a 80 dolláros határ fölé közelít, és az amerikai dollár is jelentősen erősödött a román fizetőeszközhöz képest. Mindez hozzáadódik, hogy 2017-ben literenként 32 banival nőtt az üzemanyagra számolt jövedéki adó, amivel az általános forgalmi adó és egyéb illetékek 1 liter benzin árának 54%-át, a gázolajnak pedig 51%-át teszik ki Romániában. Elutasította a többnyelvű utca névtáblák kihelyezésére vonatkozó javaslatot a Nagyváradi Tanács. Az RMDSZ frakció javasolta, hogy a történelmi belvárosban a hivatalos utca névtáblák mellé háromnyelvű román-magyar és angol feliratú táblák kerüljenek, amelyeken a történelmi magyar utcanevek szerepeltek volna. A kezdeményezők több példát is felhoztak kérésük alátámasztására, ilyen a kétnyelvű utcanévtáblákkal felszerelt Nagyszeben, illetve a háromnyelvű helységnévtáblát kihelyező Zilah. A nagyváradi polgármesteri hivatal szerint azonban a helyi közigazgatási törvény nem írja elő a többnyelvű táblák kihelyezését, ezért kérte a javaslat elutasítását. Az RMDS szervezetét csupán az 5-tagú szociáldemokrata frakció támogatta, a többséget alkotó liberális frakció ellene szavazott. Nagyváradon 27% a magyarok aránya, a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése már évek óta vita téma. A romániai felsőoktatási intézmények közül az első helyen szerepel a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, a Center for World University Rankings által tegnap közzétett globális egyetemi rangsorban. A világ 18 000 egyeteme közül a BBT-je a 802. helyen található. Nemrégiben jelent meg a Times Higher Education Emerging Economies felmérése is, amiből az derül ki, hogy idén a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem Románia legjobb egyeteme a feltörekvő gazdaságú országok felsőoktatási intézményeiről összeállított nemzetközi rangsorban. A BBT-je 378 egyetem között a 162. helyen szerepel. A felmérésben teljesítménymutatóként szolgált az oktatás minősége, a megvalósult kutatások aránya, és az is, hogy az egyetem milyen nemzetközi kapcsolatokat ápol. Én úgy gondolom, hogy az, hogy az egyetemünk egy ilyen rangos helyen van az országos és a nemzetközi felmérésekben, ez annak az eredménye is, hogy a diákok bizalommal választják ezt az egyetemet, és amikor oda kerülnek, hogy felvételizzenek, akkor tudják azt, hogy itt minőségi tanítás várja őket, lehetőségek várják őket. A nemzetközi elismerés és siker ellenére a legújabb minisztériumi döntés következtében jövőre csökken az államilag támogatott helyek száma, így kevesebb diák tanulhat majd tandíjmentes helyen. Markó Bálint rektor helyettes úgy gondolja, nem is az alapképzésben veszítettek a legtöbbet, hanem a magiszteri és doktori képzésben. Végül is mi a nemzetközi rangsorokban, vagy egyáltalán teljesítményben azért is tudunk jók lenni, nem csak azért, mert sok alapképzős szakunk van, hanem azért, mert a felsőbb szinteken, ahol már tényleg elitképzés zajlik, ahol tényleg már teljesítmény orientált a képzés, ott sokan tudnak ezekben a képzésekben részt venni. Markó hozzátette, ha onnan vesznek el tandíjmentes helyeket, akkor az olyan, mintha a minisztérium azt mondaná, hogy ez így nem jó, hogy ti túl jók vagytok, tessék egy kicsit hátralépni és szépen besorolni a középmezőnybe. A felmérésben egyébként 4 romániai egyetem szerepelt, a második legjobb a Jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem volt, majd a rangsorban a Bukaresti Tudományegyetem, a Jászvásári Grigore T. Popa Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, valamint a Temesvári Nyugati Tudományegyetem követte. Mind a 4 intézmény állami egyetem. Nyertest hirdettek a kolozsvári vasutas park új arculatának kialakítását célzó nemzetközi ötletbörzén. A több mint 5 hektáros parkot a tervek szerint több oldalról is meg lehet majd közelíteni. Ezt egy új bejárattal és 2 a Szamoson átvezető gyalogos híddal biztosítanák. A zsűri többek között az győzte meg, hogy a nyertes csapat terve szervesen beépíti a parkot és a mellette folyó Szamost az átalakulás alatt álló városrészbe. Számos építész pályázó és a nemzetközi zsűri jelenlétében hirdettek ma győztest abban a pályázatban, amely a hosszú ideje elhanyagolt állapotban lévő kolozsvári vasutaspark megújulását célozza. A versenyben 14 pályázat volt, ebből 3-at díjaztak. A zsűri 3 elemet emelt ki, amelynek döntő szerepe volt az első helyezett kiválasztásában. Jó szolúcióka integrálza apa.
A győztes egy olyan megoldást hoz, amely a vizet meghatározó tengelyként kezeli a park esetében, szervesen beépíti a szamospartot, egy nagyon letisztult terv, amely egyben nagyon összetett és harmadikként úgy az összkép, mint a részletek szintjén nagyon aprólékosan átgondolt és kidolgozott. A pályázati kérés szerint minden évszakra meg kell tervezni a park arculatát és azokat a funkciókat, amiket betölthet. A nyertes csapat tematikus műhelyek, közösségi kert, kisebb vásárok, kulturális és sportesemények helyszíneként, de szánkozók és korcsolyázók számára is megnyitná a parkot. Ami a növényzetet illeti, igyekszenek minél többet megőrizni a jelenleg ott lévő fákból és cserjékből. A parkon belüli zöld területekkel körbevett részen tervezünk egy több funkciós központot, amely vonzó események otthona lehet úgy a jelenlegi, mint a közeljövőben kialakuló lakóközösség számára. Ugyanis jelenleg a környéken számos olyan építkezés zajlik, amely szociális téren teljesen meg fogja változtatni a környéket. A park pedig mindkét közösségnek megfelelő a szamoshoz kötődő természeti elem szeretne lenni. Szintén a nyertes csapat javaslata a park átnevezése is. Az általuk javasolt név a Szamos kertje. Ezt a városvezető a későbbiekben még megfontolja. A pályázat kihirdetését a tervezési folyamat követi, ami várhatóan egy év. A megújult park becslések szerint 2021-ben nyílik majd meg. Életműdíjat vett át a 17. TIFF-en Mészáros Márta filmrendező. Előtte kevesen beszéltek nyílt őszintességgel fontos női témákról, mint a női szexualitás, a terhesség, az anyasság és a nők szabad döntési joga. A 86 éves rendező ismét női sorsokon keresztül boncolgat egy tabu témát. Legutóbbi filmjében a háborús időszakban az idegen katonák hátrahagyott gyermekeinek és az anyáknak a sorsát veszi górcső alá. A TIFF idén szintén életműdíjjal tisztelek Szabó István munkássága előtt. A filmrendező személyesen nem tud jelen lenni, de több alkotását is vetítik. Hosszú sorban várakoztak a nézők a kolozsvári Florin Piercik mozi bejáratánál, ahol a TIFF egyik kiemelkedő eseményeként a Kossuth Díjas és Balázs Béla Díjas rendező Mészáros Márta életműdíjat vett át. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan vagytok. Nagy öröm nekem, mert én egy kicsit hazajövök ide. Már mondta a direktor úr, hogy én itt dolgoztam, a bukaresti dokumentumfilmbe, de nem a film hozott ide, hanem a szerelem. Mészáros Márta volt az első nő Magyarországon, aki filmrendezői diplomát szerzett. A nőiség és a női életsors ábrázolása, boncolgatása filmjeinek egyik legjellegzetesebb vonásává vált. Érdemes volt nekünk ilyen néha nagyon kemény munkát végigcsinálni, amikor nem szerették a női filmrendezőket, és nem vették komolyan, és mégis elértük odáig, hogy ez a világ teljesen befogadta, hogy ez létezik, és mi tudunk filmet csinálni. Az est folyamán országos premierként bemutatták Mészáros Márta legutóbbi Aurora Borealis északi fény című filmjét, amely nem csak egy tragikus egyéni sors története, hanem az egész vasfüggönyön elterülő régió múltbéli traumáinak feldolgozási kísérlete. A filmet követően a rendezőnő és a film forgatókönyvírója nézői kérdésekre válaszoltak. Az esemény kiváló alkalomnak bizonyult arra is, hogy a rendezőnő autogramot adjon. Egy nagy élmény, mert ritkán jönnek, főleg Magyarországról rendezők, színészek Romániába, és a hobbim, mivel az autogram aláírásgyűjtés, tehát még fontosabb, hogyha sikerül aláíratni egy fotót. Mészáros Mártát és filmjét tapsal ünnepelte a teltházas közönség. A rendezőnő két korábbi filmét is vetítik a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál folyamán. Ismét lesz román kerékpáros körverseny, sporthírekkel folytatjuk. Székelyudvarhelyi Floorbulls nyerte az első romániai félhivatalos Floorball, vagy magyarosabb nevén teremhoki bajnokságot. A döntő tornát a Marosvásárhely melletti Jedden rendezték, ahol a Floorbulls kétszer is legyőzte a szintén udvarhelyi Black 69 csapatát, és ezzel megszerezte a bajnoki címet. A torna házigazdája, a marosvásárhelyi Red Arrows a harmadik helyen végzett, miután a döntő tornán legyőzte a Floorball Suli és a Pro Sepsi csapatát. A sportágban tevékenykedők célja a teremhoki széles körben való népszerűsítése, hogy megalakulhasson a hivatalos szövetség is.
A következő bajnoki idényről később döntenek, vélhetően már az ősszel elkezdődik a bajnokság. Noha ő maga és a klub is többször cáfolta, végül mégis távozik a labdarúgó bajnok kolozsvári CFR kispadjáról Dan Petrescu. A CFR eddigi edzője négyszeres fizetésért szerződik a kínai Kuchou Hengfeng csapatához. Petrescu nem először fog a kínai bajnokságban edzeni, 3 éve a marosvásárhelyi Ásziától váltott a Jiangsu Suninghoz. 5 év szünet után idén ismét lesz román kerékpáros körverseny. Az esemény bekerült a Nemzetközi Szövetség versenynaptárába is. A tervek szerint néhány éven belül elérik a legmagasabb besorolást. A horvát és a szlovén kerékpáros körverseny mintájára szeretné megszervezni a román kerékpáros körversenyt Novák Károly Edvárd és csapata, amely egyelőre 2.2-es besorolást kapott, de hamarosan fennebb lépnének. A román kör idén Gyulafehérváról indul, majd Szeben, Brassó, Fogsány, Buzau, Törgoviste érintésével végül Bukarestben fejeződik be. Ez a verseny meg fog szerveződni, tehát megvan rá a pénz már. Most dolgozunk a szponzorokkal, a szebeni csoport fogja szervezni ezt a versenyt. Tehát azt szeretnénk, hogy több legyen, mint egy egyszerű kerékpáros körverseny. Minden városban meg szeretnénk mozgatni a gyerekeket, rendezvényeket csinálni, hogy promováljuk egyben a kerékpársportot is az országban, és minél több ember lakásába, tévén keresztül eljusson ez az információ. Hozzátette, folyamatosan tárgyalnak a kormánnyal, és nem tettek le arról, hogy a Eurosport élőben közvetítse a versenyt, hisz a legfontosabb cél az ország népszerűsítése. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!